politikai értelme vett hidegpolgárháború város és kormány között. A főpolgármester az egyenes beszédben beszélt arról, hogy a kormánnyal továbbra is éles vitájuk van az iparűzési adó esetleges elvételének ügyében. Karácsony Gergely szerint ez 38 milliárd forint, és eddig csak arra kaptak ígéretet, hogy április végéig biztosan nem nyúlnak hozzá ehhez az adófajtához. Én, mint főpolgármester, nem hagyom, hogy a városomat halálra ítéljék, és ez a, ebben a képben nincsen költői túlzás. Tehát ez egy olyan mértékű forráskivonás lenne a fővárosi költségvetésből, ami miatt a főváros abban a formájában ismerjük, képtelen nem működni. A Budapest fejlesztéséért felelős államtitkár szerint szó sincs arról, hogy elvennék Budapesttől az iparűzési adót. Jelenleg se a kormány, se a parlament asztalán nincs ilyen javaslat. Hosszú távon viszont adóügyekben nem akart jóslásokba bocsátkozni az államtitkár. Én örökké valóságra tartó kijelentéseket nem tudok tenni. Azt meg tudom erősíteni, hogy nem folyik ilyen előkészítő munka, nincs ilyen előterjesztés, nem született ilyen döntés. Én mindig a kompromisszumokat keresem. Ebben az ügyben azonban azt mondom, hogy nincs kompromisszum, és hogyha a kormány mégiscsak meglépi ezt szembe menve a saját fideszes polgármestereivel is, akkor az egy teljesen új politikai helyzetet fog eredményezni a kormány és a főváros viszonyában. 24 másodperc. Igen? Köszönöm szépen. Tehát 18-ban épp hogy csak bejutott a parlamentbe a DK. Ugye 19-ben 4 képviselőt juttattak ki az Európai Parlamentbe. A Gyurcsánynak az a feladata, hogy Dobrev Klára mögé pakolja a teljes infrastruktúrát, egy erős DK-t. Hogyha megnézed a DK-nak a működését, most éppen nem a magyar fogy, hanem az MSZP fogy. Tehát az a lényeg, hogy minél erősebb pozícióból tudja felépíteni azt a közös listát, ahol majd egymás ellen küzdenek az előválasztáson azok a felek, amelyek ki lesznek választva. És ott a Dobrevnek egyre jobbak az esélyek. Kívánok neked egyszer egy olyan műsort, ahol ilyen műsor vendégeid lesznek. Nagyon szépen köszönöm, hogy megadod a lehetőséget. Elmondanám, hogy ha már itt te kegyelmet kaptál az elnyomó hatalomtól, és elmondhatod, hogy kell ezt csinálni. Tehát a karácsonyos témába be fogom kötni a Dobrev Klárás véleményemet, és nem tud vele az elnyomó hatalom mit csinálni. Igen. Mi a hatalom? Elnyomó hatalom. Okay, érted. Tehát a politikában egy dolog van, ami igazán, igazán fokmérő és számít, az a siker. Most Karácsony Gergelynek sikerült hozni a főpolgármesteri győzelmet, ezzel biztosította a politikai túlélését az eddigi mozgásai után, és ezzel hitelesítette azokat. Dobrev Klárát az fogja meghatározni, hogy milyen sikereket tud majd hozni az európai parlamenti vezetői pozíciójából, amiket majd ügyesen el lehet adni a politikai kommunikációba. Visszatérve Karácsony Gergelyre. De ez egy jó ötlet volt. Úgy gondolom, hogy ami most történik a főpolgármester és a kormány között, az ég egy a világon semmi újszerű, ebben a műsorban máshol is már sokszor beszéltünk róla, és szépen megpróbálják megfojtani, szépen próbálják akár a források visszavonásával az ő politikai helyzetét ellehetetleníteni, azzal, hogy a várost lehetetlenítik el. Ezt előre sokan mondtuk, hogy ez fog történni, gondolom Karácsony Gergely is nagyon jól látja. Az a fontos, hogy a budapesti választók is, meg az ellenzéki szavazók is világosan lássák. Beszélj magyarul, szerinted hogy áll a foci meccs most? Foci meccs, a kettő között? Egyelőre szerintem még Karácsony Gergőnek még rengeteg sok ideje van, és a közönség még vele van, tehát ebből azért ki lehet hozni egy győzelmet bőven. Azért az biztos, hogy ebből látszik az, amit azért sokan éreznek, hogy ez a kormány és ennek a kormánynak a főemberei tényleg politikai úton állók. Ezt nem lehetne megcsinálni. Nem ugye? Mit? Az, hogy az iparűzési adó, egyáltalán ez a gondolat előjöjjön, ugyanis minden önkormányzatnak az alapja, a működésének az alapja az iparűzési adó, vagy legalábbis nagyon nagy. Na most így beáldozza Fehérvárt, meg beáldozza azokat a városokat, ahol szintén nagy bajba kerülnek ezek az önkormányzatok. Hát nem véletlenül, hogy az óriási különbség, azt is elmondták, hogy ugye ezek a városok kaphatnak utólagos forrás, de Budapesten más a helyzet, mert vannak a kerületek. Igen, ez biztos, hogy más a helyzet, de az iparűzési adó, ez mindenhol nagyon nagy érvágás. Ezt én szerintem, ezt az utolsó pillanatban nem fogják megcsinálni, mert valóban akkor maguk ez ellen... Egy taktikai szabálytalanság, egy ilyen foci példát figyelembe véve. Mire van ez most? Ezt elhamarkodottan dobták be, de most már valahogy egy pályán vannak, ezt meg kell majd magyarázni, ebből kiszállni is nehéz lesz.
nem mint hogyha nem mondanának egyik nap ellent annak, amit korábban mondtak, de ebből azért nehéz lesz kiszállni, mert ez azért benne van a köztudatban. Szerintem ez tényleg banditizmus. Ezt nem lehet Budapesttel, és nem 2 millió, vagy nem tudom hány millió emberrel nem tudnak szembeszállni. Azért mégiscsak a magyar ipari teljesítménynek egy jelentős részét adja Budapest, hát össze lehet éppen veszni Budapesttel, és tényleg hidegháborúra lehet itt számítani. Szerintem az is érdekes, még hogy a kormány részéről vagy, minthogyha nem dőlt volna még el, hogy kezeli nem. Budapestet. De itt le van lebegtetve, április 30-áig közös munkacsoport. Igen, de ugye ez csak egy ügy az iparűzési adó esetében, de hát számtalan ilyen történetet föl tudunk sorolni. Az iparűzési adó szerintem abból a szempontból sokkal fontosabb és jelképesebb, mint a többi, mert óriási jelentősége van. De ha megnézitek, akkor azért nagyon sok ügy van, amiben ugyanez a fajta ilyen cicázás. Miért a Murányi szót kap? Köszönöm szépen. Igen? Bocsánat. Na, itt tartottam pont a cicázást. Szóval csak azt akartam mondani, hogy zajlik ez a fajta cicázás kettejük között, vagy hát a kormány és a főváros között. Mindenki erős mondatokat mond, mindenki utána visszalép. Tehát egy ilyen sakjátszma. Ez annál sokkal komolyabb. Úgy értettem, az Ukinak a felvetése a 3-as metrónál. Úgy értettem a cicázás, hogy ez a fajta húzzuk meg, erez meg történet. Lehet, hogy nem a cicázás a megfelelő kifejezés, de az a fajta kötélhúzás. És szerintem ez a fontos, az, hogy megmerje azt a kormány tenni, hogy 2 millió emberrel ilyen értelemben ezt eljátsza. Jó, és simán megmeri. Az iparűzési adóval simán. Lehetséges, de a színházi törvénnyel már megtette, és ott egyelőre nyerésre állt. Tehát ott, amit a demokratikus koalíció, kitalált, hogy mindent vigyen a főváros, az nem jött be, és ott már a megosztás bekövetkezett. Én itt ezt tekintem sikernek. Jó, de az csak egy esély arra, hogy megossza a többieket. Viszont az elmúlt 10 éve Budapestnek arról szólt, hogy akartok stadiont? Nem. Vannak ilyen felmérések, kaptok. Felújítsuk a budai várat, nem tudom, hány száz milliárdért? Nem. Jó, akkor felújítjuk. Na most, hogy lehet az, hogy ott van a budai várnak egy eléggé rendesen felújított szelete, most szedik szét a volt pénzügyminisztériumot és építik újjá, milliárdokért viszik fel a BM-et, amelyik nem akar felmenni, viszont a Lánchíd az bele fog rohadni a Dunába. Miért van az, hogy kialakulnak olyan hatalmi központok, ahol Vitézi Dávid megígérheti az 5-ös metrót, holott a 4-est elfelejtették befejezni, és arról is elfeledkeztek, hogy ezt nekik kellett volna befejezniük, csak leállították, nem megy ki a Bosnyák térig mondjuk, és nem megy ki a Virágpiacig. Úgy, Marcel, hogy fideszes polgármestere volt Budapest. Igen, és ő tülte. Na most, most nem. Kérdés, hogy ebből a történetből jött ki az, hogy lényegében az ellenzék 2/3-dal győzött Budapesten, és adott egy főpolgármestert. Most ők megpróbálják azt a taktikát követni, hogy ahol csak lehet belerúgnak, ahol csak lehet gáncsolják a dolgokat, mert tudják azt, vagy azzal számolnak, hogy a kommunikációs háborút meg fogják nyerni, mert sokkal több eszközük van. Szerintem most számolták el magukat, mert ezt a kommunikációs háborút nem tudják megnyerni. Ezúttal miért nem ezt mondd meg? Azért, mert helyi szinten nem tudnak nyerni, mert a fideszes szavazóra ugyanúgy rá fog omlani ugyanannak az állami kézbe vett kórháznak a plafonja, mint a nem fideszes szavazóra. Jobban, mint korábban? Nem, mindegyikre ugyanúgy, és mindegyik mindannyian meg fogunk dögleni, ők is meg fognak dögleni, tehát ugyanazokat a problémákat fogják látni, ugyanúgy nem fognak tudni átmenni a Lánchídon, ugyanúgy nem tudnak 5-ös metróba, 4-es metróval közlekedni, és teljesen pártástól függetlenül az egész, a rossz hírem és van, hogy a Murányi szövege alapján a koronavírusnak nem maradt semmi. Úgyhogy szünet, és azt sem tudom, hogy visszajövünk-e.